lehetőségnek tartom, hogy fogtechnikusként is felszólalhattam, illetve hozzászólhattam a témakörökhöz, mert így talán a fogorvosok által nem ismert fogtechnikai részekre is jobban rátérhetünk. És nagyon remélem, hogy ennek lesz egy komoly folytatása. Először, amikor olvastuk a Dentál hírekbe, akkor nem nagyon értettem, hogy most miről van szó. És utána elolvastuk többször, és utána azon gondolkoztunk, hogy mi, mint kereskedő, hogy vehetnénk itt részt. Olyan eseteket találtunk, amiből rengeteget lehetett tanulni kereskedőként is. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ennek lesz majd folytatása. Először is szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy egyáltalán eszükbe jutott, hogy ilyen programot hozzanak létre. 25 éve vagyok főállású magánorvos, de ezzel 25 év alatt nem sok ilyen lehetőségünk volt, ahol baráti beszélgetésen tudjuk elmondani egymásnak, tényleg eleinte csak hallgatjuk az előadókat, aztán eljövünk, hogy tényleg hozzászólhatunk, és érdekli a plénumot az, hogy én speciál, vagy éppen a kollégám mire gondol, vagy milyen megoldást találtunk hasonló esetekre, vagy helyzetekre. Fantasztikus élmény volt hallgatni, hogy a kollégák is hogyan dolgoznak, és nagyon-nagyon nagy élmény volt hallgatni, hogy mi a véleményük az én munkámról. És nem csak én beszéltem, hanem tényleg vélemények találkoztak, összeütköztek, és elmondtuk arról, hogy hogyan állunk neki egy-egy munkához, mik a megoldásaink, mik a mi elképzeléseink. Egy igazi kollégális beszélgetés volt, ahol egymást segítettük titkok nélkül. Tehát végül is mindenki levetkőzte magáról a köpönyeget, és el tudta mondani azt, hogy neki mi a vélemény erről arról. Természetesen nagyon nagy különbségek vannak a vélemények között, de ettől szép a szakmánk, ettől jó. Örülnék neki, hogyha máskor is lenne ilyen, nem rajtam múlik, ha esetleg kapok most pozitív visszajelzést, jó lesz, stb., akkor szívesen nekilátunk még egyszer egy ilyennek. Számomra nagy élmény volt. Több mint 100-an jöttek el, sőt, nagyon fontos, hogy az ebéd után is majdnem mindenki itt maradt. És ez egy nagyon fontos dolog.